A rajtszámok kiosztásával kezdődött a 9. egri városi síbajnokság a szlovákiai Zgyárban. A síelők 13 korcsoportban neveztek. A verseny a legfiatalabb induló, a 4 éves Csőke Bodza lesiklásával vette kezdetét, akit apukája kísért. Hát már voltunk sítáborba. Tavaly kezdtük a síelést 3. Igen. Az egyfutamos óriás műlesikláson korcsoportonként rajtoltak a versenyzők. Gyárban 5. alkalommal rendezték meg a bajnokságot. Nagyon sok új ember van, új gyerek van, vagy aki még nem próbálkozott ezzel a versenysporttal, vagy illetve a sporttal, és hogyha belekóstol akár 20-30-40-50 éves korba, rájön egy hét után, hogy ez milyen csodálatos. Hegyek között van, tiszta levegő, szív, sportol, mozog és barátokkal jól érzi magát. A versenyre Martoni Adler Ildikó sportért felelős alpolgármester is kilátogatott. Én úgy gondolom, hogy ez egy egyedülálló és példaértékű rendezvény, hiszen rengeteg egri vállalkozás és önkormányzatunk is támogatja. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy közel 500 egri vesz részt itt egy nagyon-nagyon kellemes hétvégén, amikor együtt lehetünk, sportolhatnak és jól érzik magukat az egriek. És Gyár egy gyönyörű idővel és kiváló minőségű pályával kényeztetett el minket. Az olimpiai sífutó Simon Ágnes és családja is lesiklott a versenyen. Hát a pálya az nagyon jó, tehát az eddigiekhez képest most végre jeges, jó pálya, és sajnálom, hogy amiatt, hogy nem tudtam rendesen menni, de ugye május végén megműtötték a térdemet, úgyhogy ehhez képest tökre örülök, hogy egyáltalán el tudtam indulni, meg itt lehetek. A síelők után a snowboardosok rajtoltak. Itt a nőknél és a férfiaknál is egy-egy kategória indult. Előbb a fiúkkal viccelődtünk is, hogy nem síversenyt kéne szervezni, hanem snowboard versenyt, illetve mivel tudjuk, hogy ugye egri gyarmati panka ugye világbajnok lett, szóval igazándiból a snowboard az, ami Egernek fő csapás irányának kéne, hogy legyen, de hát a sí azért mégiscsak nagyobb tömeget mozgat. Az eredmény hirdetésen kategóriánként állhattak dobogóra a legjobbak. Szőke István korcsoportjában 2. helyezést ért el. A környezetemben mindenki síel, azt gondolom ez egy tökéletes közösségi sport. Egy problémája van, Magyarországon erre nagyon-nagyon kevés lehetőség van. Sokat kell utazni, drága a felszerelés, drágák a bérletek. Ez azt gondolom, hogy mindenkinek egy jó lehetőség, hogy ha csak 3 napra is, de egészen megfizethető áron tudnak síelni. Végül az abszolút győzteseket értékelték. Nőknél Szabó Dorottya ért el 1. helyezést, férfiaknál pedig Lakatos Zoltán. A bajnokságon elhangzott, jövőre szeretnének sífutás versenyszámot is indítani.